Mi a network marketing első vas törvénye? Hogyha belevágsz egy network marketing vállalkozásba pénzszerzési szándékkal, akkor föl kell hagynod az alkalmazotti gondolkodásmóddal. Alkalmazottként egy csomó dolog jár neked. Szabadszombat, munkaruha, éves szabadság, ebédidő, és még sorolhatnám. Vállalkozóként megmutatom neked, hogy mi jár. Figyeld a kezem! Ez jár neked, túl a füledbe. Pontosabban az jár neked, amiért megdolgozol. Vállalkozóként te lettél a gepárd, aki, hogyha nem fut olyan gyorsan, hogy utolérje a gazellát, akkor aznap nem vacsorázik. Marad neki alternatívaként a zsírszegény vegetáriánus étrend. Alkalmazottként arra kell vigyáznod, hogy mondjuk reggel 8-tól délután 5-ig egy bizonyos helyen, a munkahelyeden tartsd a tested, és semmiképpen ne végezzél se több, se kevesebb munkát, mint amit elvárnak tőled. Ha kevesebbet végzel, akkor kilúgnak, ha meg többet végzel, akkor te leszel a jó bolond a cégnél, akinek még lehet lapátolni a fejére további feladatokat, mert ez a süket úgyis megcsinálja. Vállalkozóként nem számolhatod az belefektetett időt. Nem számolhatod a munkaórákat, mert csak az eredményesség számít. A network marketingben a belefektetett munka 90%-a teljesen fölösleges. Viszont a maradék 10%-ból meggazdagszol. És előre soha nem tudod, hogy ez melyik, mibe fog tartozni. Tehát most ez a videó a 90%-ba vagy a 10%-be fog tartozni. Az MLM-ben van egy mondás, hogy ha megtanulod jól csinálni, és elég hosszú ideig csinálod jól, akkor a siker biztos, és semmi nem veheti el tőled. Se politikai berendezkedések, vagy pártok, vagy a főnököd kiényekedve, hisz nincs is főnököd. Minden a te kezedben összpontosul. Egyes egyedül te vagy érte a felelős. Nem óriási? Menjünk és csináljuk!